Sziasztok! Üdvözlök mindenkit a Szibéria végjátszás újabb epizódjában, ami ugye egy külön kiadás, egy ilyen kicsit ilyen spin-off jellegű epizód, ugyanis rögtön az elején le kell szögezni, ugye az előző epizód végén mondtam, hogy ebben az epizódban csak és kizárólag Anna naplóját fogjuk elolvasni. Semmi más nem lesz ebben a részben, úgyhogy aki erre nem kíváncsi, az most nyugodtan kikapcsolhatja ezt a videót, és várja meg a következő epizódot, és következő epizódban fogunk tovább haladni a történetben. De én mindenképpen el szeretném olvasni Anna naplóját, és gondoltam, ha már elolvasom, akkor hát, ha esetleg valaki még kíváncsi rá, úgyhogy szerintem úgy lesz a legjobb, hogy aki kíváncsi rá, az velem együtt itt most elolvashatja. Ráadásul ugye, ha már a fordító csapat vette a fáradtságot és az egészet lefordította, akkor részben hát én kicsit mondhatni kötelességemnek érzem, hogy akkor ezt is fussuk át. Na jó, tehát Anna Vorarlberg naplója, akkor kezdjünk is neki, tart, amíg tart. Közben készítettem be magamnak egy kis vizecskét, így néhány naplóbejegyzés között fogok kicsit szürcsölgetni. És néha, hogyha esetleg behallatszik a szomszéd kutyájának ugatása, az hát elnézést kérek érte, de azon sajnos nem tudok mit tenni. Kiváló szomszéd hozza a formáját, és magasról letolja azt a szerencsétlen kutyát, aki emiatt egész nap ugat. Boldogítva engem ezzel. Na, oké. Foglalkozzunk a naplóval. 1930. május 14-e. Tegnap borzalmas dolog történt. Nem tudom, kihez fordulhatnék, kivel beszélhetnék, tehát úgy döntöttem, hogy leírom. Te, kedves naplóm, vagy most az egyetlen, aki meghallgat és mellettem áll. Hans a mellettem lévő szobában fekszik, élet és halál között egyensúlyozva. Én pedig halálra vagyok rémülve. Ó, de igazságtalan az élet. Először anya, aztán Hans. Kérlek, édes uram, ne vidd el az öcsémet is. 1930. május 15. Hans arra kért, hogy tartsam meg a titkát, de olyan nagy a kísértés, de neked nyugodtan elmondhatom, kedves naplom. Találtunk egy barlangot a hegyekben, egy óriási járatot ősi festményekkel a falán. Csak ősemberek festhették, hiszen mamutok is voltak a képeken, amik szintén őskoriak, ha jól tudom. Most utálom a mamutokat. Ez mind miattuk van, meg amiatt a hülye őskori gyerekjáték miatt. Miért pont Hans? Ó, miért próbáltad meg elvinni? És miért hagytam, hogy felmászod oda? Az én hibám, hogy most kómában vagy. Hans, hogyha meghalsz, nem tudom, hogy bocsátatnék meg magamnak. Május 16-a. Hans még mindig nincs magánál. Apa nem tud aludni, Gertrud pedig egész nap sír. Kint az idő fullasztóan meleg, bent viszont hideg és komor. De én meg mindig reménykedem. Ismerem a test... Ja, ismerem a testvéremet. Tudom, milyen erős, fel fog épülni, soha nem adja fel. Május 17. Csak Hanson jár a fejem. Egyfolytában, álmomban és ébren is. Csak az esését látom újra és újra. Látom a fejét, ahogy beleütközik a kőbe, és a sápat arcát, ahogy kifejezéstelenné válik. Én a padláson leltem menedéket. Ez az egyetlen hely, ahol legalább egy kicsit békére lelhetek, és egyedül lehetek az emlékeimmel. Május 18. 5 nap telt el a baleset óta, és Hans még mindig nem nyitotta ki a szemét. Elviselhetetlen őt így látni. Ó, édes Istenem, védd meg őt! Vedd el az én életemet, ne az övét! Május 19. Annyira kétségbe esett, és magányos vagyok. Annyira szeretném megölelni apát, de nem merem. Annyira közönyös. Ó, Hans, ne hagyj itt egyedül! Május 20. Alig hiszem el, Hans visszatért az életbe, kinyitotta a szemét és a nevemet mondta. Érted? Az életem legboldogabb napja. Legszívesebben
Kimennék az utcára énekelni, hogy mindenki átérezze, milyen boldog vagyok. Köszönöm, köszönöm Istenem. Május 22. Milyen csodálatos, milyen gyönyörű az élet. Gertrude és én nem tudjuk megállni, hogy ne mosolyogjunk. Mi? Nem mosolyodjunk el önkéntelenül a nap bármelyik percében. Hans ma még egy kis ételt is lebírt erőltetni a torkán. Tudtam, hogy erős az én kisöcsém. Még apa is rámosolygott egyszer, miután jó reggelt kívánt. Egy picit nehézkes olvasni az ilyen írott formátumot, de megteszem, amit tőlem telik. Május 25-e. Azt sem tudom, hogy megyek-e vagy jövök. Hans meggyógyulása teljesen elbűvölt. Alig 5 percem van, hogy leírjam ezeket a szavakat, és előjöjjek a rejtek helyemről. 4 nappal később. Nagyon érdekes. Ha Hans éhes, szomjas, vagy bármit szeretne... Micsoda? Szóval, hogy bármit szeretnek... Hé? Mi volt a írva? Képzele abba hagyni ennek... Mi? Ezt nem tudom elolvasni sajnos. Képzelen? Micsoda? Képtelen? Képtelen? Ja, jó. Tovább kellett volna olvasni a mondatot. Kicsit itt-ott, kicsit nehézkes elolvasni. Képtelen abban a nevem ismételgetését. Azt sem tudja elviselni, ha csak percekre egyedül hagyom. Gertrude szerint át kéne vinnem az ágyamat a szobájába, hogy jobban aludjon. Remélem, hogy apa megengedi. Június 2-a. Ma van az első nap, hogy Hans kilépett a házból. Tettünk egy rövid sétát a kertben, de Hans még mindig nagyon gyenge. Az orvos szerint türelmesnek kell lennünk, és nem szabad sietetni. De ez olyan nehéz. Annyira remélem, hogy a dolgok egyszer visszaállnak a rendes kerékvágásba. Június 20-a. Három héttel később. Június 20. Hans már egy hónapja felébredt a kómából, de még mindig nem beszél sokat, és nehezen jár. Hosszan szokott üldögélni a székben. Tágra nyit a szemekkel, elveszve a gondolataiban. Néha sokáig kell szólongatni, hogy figyeljen, aztán mosolyogni szokott, és amikor mosolyog, annál barátság... Mi? Mi? Annál... Hé? Amikor mosolyog, annál... Milyen szó ez? Varázslatosabb! Az ott egy V betű akar lenni. Na jó. Tehát annál varázslatosabb nincs számomra, és boldogabb nem is lehetnék. Június 22. Beszélnem kellett vele. Túl volt a neher... Mi? Nem. Túl nagy volt a teher. Kérdezgettem házat a ballamban történtekről, hogy kiderítsem, mi mindenre emlékszik. Csak egy szót válaszolt. Mamut! Olyan, mint Momo. És... Közben olyan furcsán csillagott a szemem, hogy a szószoros értelmében megrémített. Szeptember 15. Óha. Eltelt. 2 hónappal később, az igen. Ma újra iskolába megyek, de ez az első alkalom, hogy rettegek tőle. Nagyon félek Hanst egyedül hagyni. Gertrude kedvessége ellenére van egy olyan érzésem, hogy Hans jóval kevésbé ideges, ha ott vagyok. Október 20. Mikor a házimat csináltam tegnap este, Hans olyan észrevétlenül lopozott mögém, hogy ugrottam egyet ijedtemben. Fogott egy ceruzát és egy üres papírt, és elkezdett rajzolni. A balesete óta ez az első, hogy csinál bármi mást az álmodozáson kívül. Október 28. Hans megszállottan firkál. Egész nap csak ezt csinálja. Érzem, hogy idegesíti apát. Senki más nem érti. De én látom, hogy Hans mamutokat próbál rajzolni. November 16. Ma van a születésnapom, és Gertrude almás pitét csinált. A kedvencemet. De apa nem jött haza ebédre, és Hans nem akar elhagyni a szobát.
Az lenne a legjobb ajándék, ha a ház állapota megint javulni kezdene. December 25. karácsony. Esik a hó. Annyira gyönyörű. 1931-be lépünk. Január 10-e. Egy orvos jött megvizsgálni házt. Boldognak tűnt, hogy a kisöcsém jobban van. Ez egy igazi csoda. De még mindig nem értem, miért beszél olyan keveset. Miért nem olyan lelkes, mint régen. Február 9. Háznak születésnapja van. Ma lett 11 éves. Tehát 1920-ban született Hans Vorarlberg. Vagyis... A játék 2002-ben játszódik. 82 éves jelenleg. De meggyőződésem, egy év alatt 5 évet vesztett. Oké. Február 24-e. Mennyivel más itt az írás, nem? Már nem kék, eddig kéken írt, és kicsit jobban volt tagolva, látod? Sortörésekkel sokkal jobban volt tagolva. Itt viszont, mint egy picit keszekuszább. Na mindegy. 31. február 24. Most ment el az orvos. Hallottam, hogy suttogott apával. Ez nagyon megrémített. Vajon mit rejtegethetnek előlem? Felnőtt ember vagyok. 15 éves. Értelmes ember. Kedves Anna, a 15 éves még nem felnőtt ember. Na mindegy. De nagyon félek megkérdezni apát, mi történt. Március 15. Nemzeti ünnepünk. Sokat gondolkoztam, és úgy tűnik, hogy Hans viselkedése közel sem normális. Az esés okozta sok, és a kóma talán sokkal nagyobb következményekkel járt, mint gondoltuk. Hans, kedves bátyám, mi lesz veled? Április 4. Rájöttem az igazságra. Hans megállt a fejlődésben fizikailag és mentálisan is. Kihallgattam az orvos, apa és Gertrud beszélgetését. Gertrud kötényébe törölte a könnyeit. Apa a retardált szót motyogta. Hogy mondhatott ilyet? Április 13. Húsvét van. Iskolai szünet. Ez azt jelenti, hogy egész nap itthon lehetek Hanszal. És védhetem őt apa állandó borús hangulatától. Nem fogadja el, hogy az egyetlen fia Hans örökre ilyen marad. Április 14. Tényleg nehéz elfogadni, de ez nem Hans hibája. Talán az enyém, de nem Hansé. Nem tudom, hogy érthetném meg apával, mint a teljesen utálná. Egyszerűen borzalmas. Annyira gyengének érzem magam. Május 14. Egy év. Egy év telt el, de egy örökké valóságnak tűnik. Semmi jele nincs a fejlődésnek. Sem Hans mentális egészsége, sem apa hozzáállása nem javul. Május 30. Hihetetlen. Apa el akarja vinni Hans Párizsba, hogy újra megvizsgálják. Azt mondja, hogy egyedül a francia főváros orvosai értenek a dolgokhoz igazán. Fel kell készítenünk Hanst a nagy útra. Június 6-a. Semmi hír apáról és Hansról, de még reménykedem. Biztos vagyok benne, hogy vigyáznak a kisöcsémre. Július 15-e. Visszajöttek? Hans sírva ölelt át. Sok időbe telt lenyugtatnom, és elérnem, hogy aludjon végre. Apa még mindig épp olyan hallgatag, mint mielőtt elindultak. A francia orvos már felállította a diagnózist. Hans mentálisan és fizikailag is sérült marad. Le vagyok sújtva. Augusztus 28. A nyár a végéhez közeledik. A mostani sokkal kevésbé volt nyomasztó, mint az előző. Egy kis szín is került Hans arcára. Ahol ránézek, egyszerűen képtelen vagyok belegondolni, hogy az állapota soha nem fog javulni. November 16. Apa még mindig nem beszél, de a gyár irodájában egyre gyakrabban ordítja el magát. Hűha! Az nem jó. Karácsony. Gertrud azt mondja, hogy a hit és a szeretet többet ér bármiféle tudománynál. Egyébben sem szenvedek hiányt. Hála Istennek. 1932-t írunk, január 12-e. Apa ma reggel elvitte Hanst a gyárba. Hans annyira meg volt ijedve, hogy csatlakoztam hozzájuk. Szerencsére apának semmi kifogása nem volt ellene. Most sem értem, miért akarta annyira, hogy bevihesse. Egy nappal később.
Apa ma reggel is Hanszal ment a gyárba. Szerintem meg akarja győzni őt, hogy jó is lehet valamire. Így próbálja kicselezni a sorsot. Február 17. Egy hónapja együtt járnak dolgozni. Nem tudom biztosan mit csinál ott, de úgy tűnik, hogy élvezi. Úgy tűnik, hogy jelentős mértékben változott a jelleme. Sokkal kiszámíthatóbb, mint régen. Április 14. Sírhatnékon van. Hans készített egy ajándékot nekem. Egy kis robot mamutot, aminek az ormánya felle mozog. Mikor apa meglátta, nagyon elégedettnek tűnt. Május 20. Gertrud és apa is kapott saját mamutat. Az övék még bonyolultabb és még finomabban hangolt. A kisöcsém talán mégsem olyan retardált. Valószínűleg a gyárban kezdett el Hans ugye érdeklődni a mechanikus automaták iránt, és ugye ez hozta vissza gyakorlatilag az életbe, mondhatni, mentálisan. De ez csak az én saját gondolataim. Oké, menjünk tovább. Ó, oh, október 15-án mi volt az előző? Ó, oh, fél éve később, május 20 után jön egy október 15-i bejegyzés. Hans mamutjai már járnak, emelgetik az ormányukat, és csóválják a farkukat. Hihetetlen. December 22. Ma reggel találkoztam a gyári műhely főnökével. Mr. Grips? Jól látom? Grips-el? Nem de. Azt mondja, hogy 12 éves létére Hans nagyon tehetséges. Kár, hogy csak elefántokat hajlandó csinálni. 1933-ban lépünk, február 11. Apa és Hans tegnap sokáig beszélgettek. Pontosabban apa beszél sokáig Hansnak. Mivel lehetetlen, hogy Hans iskolába járjon, mint minden normális gyerek, apa fel szeretné venni őt a gyárba dolgozni. Bármi történjék, Hansnak fel kell hagynia a saját gépek gyártásával. Hans csendessége, félig nyitott szája és tágra nyílt szemei bocsátották végül el apát, aki azóta ideges. Oké. Egy nappal később próbáltam megbeszélni a dolgot Hanszal. Azt mondtam, hogy hallgasson apára. Kitanulni egy szakmát a gyárban talán az egyetlen lehetőség, hogy kezdjen valamit az életével. Annyira lehetséges és annyi örömet lel automaták készítésében, hogy úgy tűnt, mintha egyáltalán nem figyelt volna rám, de tudom, hogy el fog gondolkozni azon, amit mondtam. Február 20. Nem igaz, hogy Hans nem tud beszélni. Inkább csak nem akar. Pont annyi szót használ, amennyi elég ahhoz, hogy kifejezze magát. Kivéve, ha velem beszél, de még akkor is elég gazdaságos a szókincse. Május 15. Hihetetlen! Nem elég, hogy Hans le volt nyűgözve a szerelőszalag működésétől, teljesen visszatervezte. Visszatervezte? Apának és Monsieur Griffsnek komoly tervei vannak az ötleteivel. Visszatervezte? Na jó, mindegy, legyen. Július 10. Apa beszélni akart velem a jövőmről, mert átmentem a vizsgákon. Egyetemre akar küldeni, mert elképesztően találja az intelligenciámat. Úgy dobogott a szívem. Igaz, hogy szeretek tanulni, de nem bírnám ki, hogy annyira távol legyek Hans-tól. Szeptember 2. Micsoda szörnyű nyár. Nem tudom eldönteni, hogy egyetemre menjek, pedig nagyon szeretnék, vagy maradjak-e itt Hans-szal. Beszéltem erről Hans-nak, de ő nem válaszol semmit. Azon az éjszakán törötten találtam a mamutomat. Ajaj. Október 9. Hans-tól megint rájött a hisztéria vacsora közben. Apa bejelentette, hogy Hans új szerelőszalagja rövid időn belül elkészül. És egyébként eltávolították a... Micsoda? A parancsokat, kiabáló automata papagájokat, mert feleslegesnek ítélték őket. Hans teljesen elsápadt. A földre dobta a leveses tányérját és dühösen a szobájába rohant. Vajon mi történhetett kettejük között, ha én nem lennék? Mi történhetne kettejük között, ha én nem lennék itt? Október 17. Az aggályaim ellenére úgy döntöttem, hogy elmegyek. Hans egy hétig nem beszélt velem. Apa pedig nem értené meg, ha maradni akarnék. Olyan nehéz most a szívem. Karácsony.
Annyira furcsa itthon lenni. Ilyen sokáig még soha nem voltam távol. Egyszer egyedül maradtunk Hanszal, aki nem bírta befogni a száját. Csak úgy áradtak a szavak belőle. Hogy nevettünk az izgatottságán, adott nekem egy bájos kis balerinát. A mamut helyett, ahogy mondta, annyira megérintett, hogy sírni kezdtem. A távolság nem tudta elszakítani azt az erős köteléket, ami kettőnk között van. De ez viszont egy kis balerina. Lehet, hogy a következő epizódban azt még össze kell szedjük. Szerintem az lesz a másik személyes tárgy, ami nélkül nem fogunk tudni elindulni. De igaz, hogy fogalmam sincs, hogy hol van, de meg fogjuk keresni. Oké. Okay. Szeptember 10. Várja csak! Ó, ugrunk 4 évet az időben! 33 karácsonya után, 1937. szeptember 10-e. Különös újra elővenni ezt a naplót. Először az volt a szándékom, hogy széttépjem, de meggondoltam magam. Majd eszembe jutott, hogy akár írhatnék is bele. Csak még egyszer. Megint itt vagyok a tetőtéren. Egyedül. 2 hónapja itthon vagyok, és egy nyár után, amit a testvéremmel töltöttem, Hans visszatért a gyárba. Apa sokkal öregemnek tűnik, Gertrudnak pedig izületi gyulladása van. Szeptember 13. Úgy tűnik, hogy ez a 4 év összességében nagyon jót tett apának és Hansnak. Sokkal kevésbé feszült a kapcsolatuk. Még mindig nem beszélnek sokat, de legalább már van bennük valami közös. A gyár. Egy kicsit talán féltékeny is vagyok. Butaság, ugye? Szeptember 17. Hans semmit nem változott. Gertrud segítségére teljesen önműködővé tette a konyhát. Gertrud viszont csak panaszkodik a fakutyákra. Imádom őket. Október 9. Elmentem megnézni Hanst és apát munkaközben. Évek óta nem voltam a gyárban. Furcsa látni, mennyit változott az évek alatt. Nagyon vártam, hogy lássam őket dolgozni. Apa új irodája gyönyörű. Hanstnak van egy kis műhelye az első emeleten, tele limlommal, befejezetlen robotokkal és távrajzokkal, pontosan úgy, ahogy elképzeltem. Október 15. A gyár nagyon jól működik. Rengeteg a játékrendelés, amire a közelgő karácsony csak rátesz egy lapáttal. Amikor az egyetemen Vorarlberg néven mutatkoztam be, mindenki első kérdése az volt, hogy van-e bármi közöm a Veledi Leni gyárhoz. Most már tisztán látom, hogy azt a hatást a gyár hírnevére, amit Hans munkájának köszönhetünk. November 2. Hogy hasznosra tegyem magamat, úgy döntöttem, segítek apának rendszerezni a papírjait. A legkülönösebb, hogy talán most érzem legelőször úgy, hogy tényleg egy igazi család vagyunk. December 18. Hans mindig képes meglepni. Teljesen máshogy viselkedik otthon és a gyárban. Az üzem részében átszellemült és komoly. Egy dolgos fiatalember, aki mindenre odafigyel, irányít és maga is dolgozik. Mintha minden egyes játék az ő saját gyermeke lenne. Viszont itthon ismét az a kisfiú lesz, aki azelőtt volt, aki néha bosszús, néha felelőtlen, de lelkesebb, mint valaha. Karácsony. Életem legcsodálatosabb karácsonya. Hans és én egyfolytában nevetésben törtünk ki, ha meglátjuk apát. Olyan boldognak tűnik, de tudom, hogy csak tetteti. De a szívünk tele van reménnyel. 1938. január 5. Hans tegnap este meglátogatott a szobámban. Nagyon kínosan éreztem magam, és rosszul is lettem. Hans el akart menni. El akar menni vele Dylanből. Elhagyná a házat és a gyárat. Utazni akar, de nem tudja hova és mennyi ideig. Ez rával. Annyira megrendített, hogy egyszerűen hülyeségnek neveztem az ötletét. Aztán egy szó nélkül, lehajtott fejjel elhagyta a szobámat. Január 7-e. Azt hittem, hogy apa miatt akar elmenni, de tévedtem. A mamutak miatt van. Mamutokat akar kutatni. Már azt hittem, hogy lemondott erről.
Én ismerem őt a legjobban. Álmodni sem akartam róla, hogy megmondjam, mennyire rossz ötlet. Nem érné meg. Egyáltalán nem hallgat rám. Január 10. Annyira önzőn voltam azon az éjszakán, beszéltem Hanszal. Finoman megkérdeztem, hogy tényleg biztos-e a döntésében, de legbelül tudtam, mi lesz a válasz. Nem fogja meggondolni magát. Január 19. Kétségbe vagyok esve, de a szomorúságom ellenére segítenem kell Hansnak, hogy elérje a célját, amit kitűzött maga elé. El kell mondanom apának, de a legrosszabbtól tartok. Január 24. A legrosszabbnál is rosszabb volt. Apa mérge szörnyű. Bezárt a házt a műhelyébe, és senkit nem engedt be hozzá, csak Gertrudot, aki ételt visz neki. Február 1. Apa eldöntötte, hogy addig tartja bezárva a házat a műhelyben, amíg el nem veti a gyerekes vágyait. Gertrud azt mondja, hogy Hans eléggé levert, de nagyon határozott. Megőrülök, úgy aggódom. Az apa túlzásba vitte az apai szigort. Február 6-a. Ahogy Gertrud visszatér a gyárból, egyből kérdezősködni kezdek a testvéremről. Nem szól egy szót sem, csak a kis dolgaival foglalkozik. Minden nap ez a válasz. Folyton gyönyör... folyton... Győzködöm apát, hogy ne csinálja ezt, de tudom, hogy csak pazarlom az időmet. Február 9. Hans ma lett 18 éves, és teljesen egyedül kell lennie. Február 20. Gertrud titokban odaadott egy kis robotot, amit Hans küldött. A mi kettőnk gyerekkori változatai voltak. Egy henger működteti, amin kis lyukak vannak. Reszkedtem a meghatottságtól, ahogy elfordítottam benne a kulcsot. Az üzenete egyszerű volt. Azt mondta, hogy nagyon szeret engem. Február 21. Gertrud ma egy másik kis hengert hozott. Hans egyszerűen hihetetlen. Kitalált egy teljesen biztonságos és titkos módot, hogy beszélhessünk. Még egy henger. Lehet, hogy mégis csak veled illemben kell összeszedni mind a négyet? Most elbizonytalanodtam etéren nagyon. Na mindegy, menjünk tovább. Február 27. Egész nap csak Hans újabb üzeneteit várom. Elhatározta, hogy megszökik. Most is arra készül, mintha ez is csak egy játék lenne. Március 6-a. Gertrud hazaért, és teljesen magán kívül van. Hans eltűnt! Apának pedig csak eszébe sem jutott benézni a műhelybe, ahová bezárta a saját fiát. Vagy kideríteni, hogyan szökött meg. Csak nézett rám, de úgy, mintha sejteni, hogy végig tartottuk a kapcsolatot a háta mögött. Egy nappal később. Kezdem feldolgozni, hogy Hans elment. Annyira hiányzik. Uram, kérlek, mindig tarts szem előtt a kis testvéremet, és óvd őt meg. Március 11. Most, hogy Hans elment, apa folyton, de tényleg éjjel-nappal bezárkózik a gyárba. Annyira komor a hangulat itthon. Egy nappal később. Ma reggel rajta kaptam apát a társalgóban, amint egy koporsót tett az egyik állványra. Megfagyott bennem a vér a látványtól. Vajon mire készülhet? A kérdéseimre válasz csak néma csend és állandóan borús arckifejezés. Egy nappal később. Lefüggönyözve, koporsóval a közepén, gyertyákkal körberakva, távolság. Mi a társalgó valóságos ravatalozóvá vált. Egy nappal később. Kísérteties. Csak most értettem meg, mire készül apa. Ma reggel jött hozzánk egy pap, hogy megáldja a koporsót, és én végre megértettem. Apa gyászol. Hans gyászolja. Apa elhitette a pappal, hogy a fia meghalt. Hogy tehet ilyet? Március 16. A gyász okozta bánatában apa a megszokottabbnál is ridegebbé vált. Felvette a kapcsolatot egy régi barátjával, dr. Smollal? Nem tudom, aki még időben kiállított egy igazi halotti bizonyítványt, anélkül, hogy egyáltalán látta volna a holttestet. Belegondolni is rossz, milyen részletességet tervezte meg az egészet. Egy nappal később. Háztemetése hivatalosan jövő vasárnap
zajlik le. Apa határozottan megtiltotta, hogy jelen legyek alatta. Jézusom, ez a mocskos színjáték ráment egy, az egészségemre is. De nem akarok ürügyet találni rá, különben kénytelen lennék országvilág előtt megkérdőjelezni apa elmeállapotát. Belehalna a szégyenbe, ebben teljesen biztos vagyok. Március 23, el kell mennem innen. Messze. Április 23. Nem, nem megyek el. Sokáig gondolkodtam, az élet ide köt, apa mellé. Nagy szüksége van most rám. A gyásznak vezetőre van szüksége. A gyárnak, gyász? A gyárnak vezetőre van szüksége, apa pedig nincsen állapotban jelenleg, hogy képes legyen rá. És csak Hans robotjai között lelhetek egy kis békét. Valamint hogy tudhatnám meg, hogy küldötte nekem új gépet, ha nem vagyok itthon? Nem, nem fogok elmenni. A sorsom az, hogy itt maradjak és vigyázzak a dolgokra. És ezzel véget értünk Anna naplóján. Hát nagyon-nagyon sok minden kiderült. Bizony, ugye Anna személyesen leírja az apa színjátékát, ugye, hogy átvert mindenkit azzal, hogy Hansot halottnak próbálta beállítani, és meg is rendezte a temetést, amit ugye egy hamis halotti bizonyítvány alapján csinált. Hihetetlen, hogy még egy orvos is belement ebbe a színjátékba, egyszerűen elképesztő. Viszont ugye említett Anna egy balerinát, amit Hans küldött neki. Szerintem ezt a balerinát nekünk meg kell találni. Igazából ötletem sincs, hogy hol... Na jó, várjál! Ne menj ki, ne menj ki még! Várjál egy kicsit! Balerina. Nem hagytam itt semmit? Tudom, hogy azt mondtam, hogy ebben a részben csak napló lesz, és ez így is van. Semmi olyat nem fogok tenni, ami előre visz a sztoriban. Most az, hogy ide-oda mászkálok, az égvilágon semmivel nem viszi előrébb a sztorit. Viszont szeretnék megnézni egy-két dolgot. És hogyha találnék olyan dolgot, ami előre vinne minket a sztoriban, az úgyis a következő részre fogom hagyni. De egy dolgot mindenképp most így hirtelen meg szeretnék nézni. Mégpedig a gyár irodáját. Ugye az irodában volt egy szekrény, ahol megtaláltuk az első zenehengert, de mi van, hogyha ott van más is? Ott nem ott volt az a balerina? Jó. Játékmentés. Itt. Igen. Mentünk egyet. Nézzük csak meg! Nézd csak! Aha! 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 Jó! Bizony! Ez is fog nekünk kelleni! Ez nekünk kelleni fog! El lesz a másik személyes tárgy, amit magunkkal kell vinni, akkor az előző epizód végén nem mondtam igazat, sajnos, emiatt elnézést. Ugyanis nincs meg még minden az induláshoz, erre is szükség van, és szerintem ezt a hengert kell ide berakni, és utána el tudjuk vinni ezt az egészet.
Ja. Itt ugye iratok voltak, itt nincs semmi más. Jó. Oké. Akkor a következő részben viszont innen fogjuk folytatni. Igen. Van még valami, amit nem olvas? Rossz gomb. Nem olvastunk el? Meg volt minden. Papigyónás is, ja. Oké. Jó van, srácok, akkor ez lett volna a külön kiadás, mondhatni. Ez a napló felolvasós epizód véget ért, és akkor innen fogjuk folytatni a következő résztől, és remélem, hogy ezt akkor magunkkal tudjuk vinni, és utána talán már tényleg el tudunk indulni Barokstádba. Következő részben kiderül. Na, köszi szépen a figyelmet! Szevasztok!